Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap titkai január 29-én az ős régi kínai naptárból. A mai nap felett még mindig a tűz eleme uralkodik. Ez utal az erőnkre, a bátorságunkra, a lelkesedésre, a párkapcsolat területén a testi kapcsolatra. De előfordulhat, hogy vannak kihívások, és így megvan most a lehetőségünk arra a tűz elemével, hogy védjük magunkat. A mai nap felett a bivaj vagy ökör uralkodik. Ez jelenti az életerőt. És ezt érezzük a mai napon. Amit még ez a bivaj közöl velünk, hogy szükségünk van a biztonság érzetére. Nem csak az anyagiak terén, hanem a párkapcsolatban is. Ez most nagyon fontos, ez áll a középpontban. A bivaj az élvezi az életet, és az otthonát. Nagyon szereti a vendégeket, és ez arra utalhat a mai napon, hogy lesz egy meghívás, vagy meglátogat valaki benneteket. És most a hold állásáról. A teli hold elmúlt, és elkezdődött ez a lefele fogyó hold fázis. A kínai asztrológiában vannak holdházak. A hold a mai napon a kötél holdházban van. Ez a kötél arra utal, hogy kellenek a kötöttségek. És mindaz, ami fontos számunkra, vagy érezzük a biztonságot ebben a helyzetben, vagy ezekben a kapcsolatokban, ott megvan ez a kötődés. Ez a holdház azt is jelenti, hogy most meg tudjuk valósítani a terveinket, vagy aláírhatunk egy szerződést, ennek van előnye. Tehát ezek az előnyök. De ennek a kötél holdháznak van hátránya is, ha mi egy rizikót vállalunk, az veszteséggel járhat, vagy ha valaki így kaszinóban játszik, ott a mai napon elveszít valamit. A kínai naptárban van az úgynevezett I Ching, ami megújulásokat, változásokat jelent. A mai I Ching szimbol a célok elérését jelenti. Most el tudunk érni valamit, vagy be tudunk fejezni valamit. De ennél az I Ching szimbólumnál ott van az a kicsi róka. Ezek lehetnek még hamisságok ott a közelben, tehát legyünk óvatosak, de ez a kicsi róka jelentheti a mi félelmünket is. A mai napon a nap és Jupiter bolygó egy úgynevezett konjunkcióban van, együtt hatnak. Itt kiderül valami, Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy. Azon kívül Merkur bolygó a pályáján elérte azt a pontot, ami közel van a naphoz, és a nap megvilágítja az eseményeket, kiderül a valóság. Összefoglalva, ez azt jelenti, ha valakinek bírósági ügye van, ott előre mennek az események, kiderül valami, vagy ha valaki igazságtalannak tart valamit, mert voltak hazugságok, hamisságok a háttérben, ez most napfényre kerül. És ezek voltak a titkok ebből a titkos kínai naptárból.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!